A bejárati ajtóra ragasztott papíron üzente meg a lakóknak a közös képviselő, hogy a szolgáltató elzárt a gázt a 23 lakásos épületben. Emiatt szerda óta senki nem tud főzni, és meleg víz sincs az ingatlanokban. A lakók szerint az egyik lakásba egy cég van bejelentve, azt tartozik, csak hogy emiatt került mindenki más is bajba. Te teljesen hülyének nézed a lakókat? Tette fel a kérdést egy lakástulajdonos a közös képviselőnek, ugyanarra a papírra írva, amiről ők is értesültek a szolgáltatás kikapcsolásáról. Hiába akartak már szerda óta egyeztetni a képviselővel az itt élők a kialakult helyzetről, csak pénteken tudták őt elérni. Szerda délután kijött a gázszolgáltató embere, kikötötte a gázt, elzárta a gázszolgáltatást tartozás miatt. Mi is próbáltunk beszélni a ház közös képviselőjével, ám ő nem akart kamera elé állni, és a kérdéseinkre sem volt hajlandó válaszolni. A lakók most attól félnek, hogy a gáztartozást felhalmozó idebejegyzett cég miatt legközelebb a vizet vagy az áramot köti ki valamelyik szolgáltató. Fűtés sincsen, mert központi kazán van a házban, és nem működik ez gáz nélkül. Úgy tudjuk, a gázszolgáltatásért a házban a Nemzeti Közművek felel. E-mailben kerestük őket, hogy milyen megoldást tudnak kínálni az itt lakóknak, hogy újra legyen gáz a lakásaikban, ám híradónkig nem válaszoltak.